megható és szívet melengető pillanat ez. Nehéz szavakba foglalnom igazából azt, amit érzek. Éppen azért szeretnék köszönetet mondani a Huminis Kft-nek a jelölésért, a bizalomért. Köszönöm a zsűri tagjainak, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy ellátogattak Rakamazra ebbe a kis szabolcsi városba. És köszönöm annak az 577 embernek a szavazatát, akik úgy gondolták, hogy méltó vagyok arra, hogy Magyarország legszebb birtoka címet elnyerjem. Egy élet munkájára került korona mai estén. És mindig is az volt az élet filozófiám, hogy a világon minden kenyérkereső munka tisztességes, amit az ember a legjobb tudása és ereje szerint végez. Én közel 30 éve a legjobb tudásom szerint tisztességesen, becsületesen végzem a munkámat. Legbüszkébb azonban arra vagyok, hogy mindezt a családom segítségével, önerőből sikerült megvalósítanom. Tégláról téglára, fáról fára. Büszke vagyok arra, hogy sikerült a gyermekeimnek olyan jövőt kiépítenem, hogy ne külföldön keresik a boldogulás lehetőségét. És bízom abban, hogy az én példám másoknak is ösztönzést ad arra, hogy mindent el lehet érni, csak hit, akarat és a munka iránti alázat kell hozzá.